Weihert munkája szintén azért került ebbe a traktusba, mert egyrészt ugye a természetnek a vizekkel kapcsolatos feldolgozását látjuk benne. Rita Weihert kortárs német képzőművész festményéről mesél stábunknak Német Erika, szobrászművész, aki egyben a nyíregyházi Pál Gyula teremben megnyílt legújabb kiállítás kurátora is. A tárlat a Nyíregyházi Hadron Művészeti Egyesület és Nyíregyháza német testvérvárosának művészeinek alkotásait mutatja be, amelyek valamilyen módon a természet témájával foglalkoznak. A két egyesület kapcsolata néhány évvel ezelőtt kezdődött. Már 2015-ben megismerkedtünk ezzel az egyesülettel, a német egyesülettel, a Kunstverein Iserlohnnal, méghozzá úgy, hogy akkoriban indított el a város ezeket a nemzetközi plener festészeti művésztelepeket Soston, és ennek kezdeményezői és résztvevői és segítői szervezője is voltunk, és a testvérvárosokból érkeztek akkor művészek, és egy ilyen delegációval jött a német művészcsapat is. Német Erika elmondta, a pandémia kitörése óta ez volt az első nagyobb közös kiállítás a német testvérváros alkotóival, akik a Nyíregyházi Művészeti Egyesülethez képest jóval nagyobb létszámmal rendelkeznek. Nekem is volt lehetőségem Iserlohnban alkotni az ő művésztelepükön, ezen a nemzetközi, szintén plener művésztelepen, és nagyon tetszett benne az, hogy ez egy hatalmas szervezet hozzánk képest, ugye egészen nagy létszámú, 100 akárhány főről beszélünk, és nem csak azokat foglalják magukba, akik professzionális művészek, hanem igenis odafigyelnek azokra műkedvelő, érdeklődő felnőttekre, gyerekekre, akik szeretnének technikákat megtanulni. Minden évben a művésztelepnél ott nagy kiállítást rendeznek az ott elkészült anyagokból, hívnak meg külföldi országokból, testvérvárosokból alkotókat, és segítik a művészet átadását, ismertetését, akár játékosan, akár professzionálisan, ki mit igényel, ezért ilyen széles ez a, és egy nagyon baráti ez a társaság, és remek kiállítóhelyekkel, egy rendkívül jól szervezett, nagyon pozitív csapat. A német művészek mellett a Nyíregyházi Hadron Művészeti Egyesület művészei is kiállítanak, köztük Komlódi Judit, akinek képein űrbéli, jövőbeli elemek találkoznak a természet motívumaival. De a festmények mellett szobrok is várják a közönséget, mint például ez a fákkal szegélyezett vízpartot ábrázoló szobor. A Hadron Művészeti Egyesület jelenleg a német egyesülettel szemben csak professzionális alkotókat tömörít magába. 14-18 alkotóról beszélünk. Nyíregyházához valami módon kötődő képzőművészekről beszélünk, akik vagy itt tanultak, vagy itt tanítanak művészeti intézményekben, Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban tanítunk sokan szaktanárként, sokan a Debreceni Egyetemen, építészkaron, néhány kolléga tanít a Nyíregyházi Egyetem, a vizuális kultúra szakon, tehát mindenki professzionális művész. A változatos műfajokban és technikai megoldásokban gazdag Természet Natürlich című kiállítást szeptember 27-éig tekinthetik meg az érdeklődők Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központ Pál Gyula termében.